Hajdú Tamás versenyhorgász vagyok, a Speciális Egyetonyok család gyártója. A Csalik Butik horgászbóta közösen bemutatom nektek a Speciális Egyetonyok család termékeit. Segíteni szeretnék abban, hogy a tavaszi szezonkezdésben egy-két olyan tanácssal szolgálni, ami a tavaszi idegvízi horgászatot eredményesebbé teszi. Ez a termékcsalád három fő kategóriából áll össze. Az első kategória az alapvetető anyagok. Ezek az alapvetető anyagok, ezek különböző ízesítésbe készülnek, mindenki megtalálja a magának megfelelő ízűt. Ezek között létezik a mézes, a vaníliás, keszeges, pontyos. A pontyos az kettőfajta színbe készül, van egy világosabb és egy sötétebb árnyalatú etetőanyag, és ezen kívül létezik még egy piros színű. Ezen kívül van még a keszeges változat, ami egy ilyen fűszeres ízesítésű etetőanyag, ami egy balatónussal készül. A második kategória az a Specialmix Plus etetőanyag család. Ebbe az etetőanyag családba azok az etetőanyagok tartoznak, amelyek már a modern horgászat ízvilágához alkalmazkodva lettek kifejlesztve. Ezek az ízvilágok, mint egy gyümölcsmix, egy epres, halas, egy mézes mogyorós változat, ami a modern horgászat ízvilága. Itt már a feederesek, önmagában az etetőanyag is el lett kiegyezve a fenekezős és inkább a feederes horgászatra. A szemcse nagysága, maga a bomlása, minden olyan alkotója úgy lett összeállítva, hogy alkalmassá tegye ezt erre a horgászatra. A harmadik kategória az extra etetőanyag. Az extra etetőanyagban is kettőfajta változat, egy pontyos és egy keszeges változat. Mind a két változatban megtalálható a két színeltérés, a pontyosnál a piros és a sárga, a dévéresnél a sárga és a barna árnyalat. Mind a két etetőanyag egy magasabb követelményeknek lett kifejlesztve. A mai napig ennek köszönhetem a versenyzésem alatt elért eredményeimet, a mai napig is nagyon szívesen használom őket. Az etetőanyag családban megtalálható még a minden olyan kiegészítő termék, amely nélkülözhetetlen a horgászat során. Ezek a termékek különböző aromák, kiegészítő pelletek, ragasztók, poraromák, és minden olyan termékek, amelyek nélkülözhetetlenek a horgászat során, ilyenek a különböző kukoricaszármazékú termékek, különböző ragasztók, csonti ragasztó, szemes anyagragasztó, és minden olyan termék, ami szükséges ahhoz, hogy eredményesen tudjunk horgászni. 2011 újdonsága egy Specialmix Etank nevezetű etetőanyag lesz, ami a versenyhorgászataim során egy maximálisan olyan szinten kifejlesztett etetőanyag, amely én úgy gondolom, hogy minden körülmények között meg fogja állni a helyét. Ez az etetőanyag a tavalyi évben, de még az idei évben is tesztelés alá fog kerülni. Most tavasszal már piacra fogjuk dobni, és én nagyon nagy reményeket fűzök ez az etetőanyaghoz, és titkon bízom is benne, hogy aki ezt meg fogja vásárolni, az nagyon szép eredményeket fog elérni. Ennek a különlegessége az, hogy egy olyan beltartalmi értékekkel bíró etetőanyag lesz, ami minden körülmények között megállja a helyét. Az etetőanyag családainkat úgy próbáltuk kategóriákba sorolni, hogy az alapetetőanyagok és az extra etetőanyagok is az átlag horgásztól igazából a minőséget kedvelő horgászokig mindenki megtalálja magának megfelelőt, és az ár-érték arányát is igazából úgy soroltuk be, hogy az alacsony árkategóriába szállító etetőanyagok és az extra etetőanyagok is én szerintem a mai világban mindenki számára elérhető. Most még etetőanyagot fogunk keverni.
Az elektronik választásnál mindig elsődleges szempont az, hogy tudnunk kell azt, hogy milyen halat szeretnénk horgászni és milyen módszerre. Ennek tudatában kell kiválasztunk az etetőanyagot is. Az etetőanyagok csoportjában a keszeges etetőanyagok és egy pontyos etetőanyagok szemcse méretében változnak, ezért nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy mi az a módszer, amihez be szeretnénk keverni. Ezek nagyon fontos dolgok, mert oldódás szempontjából és a csalogató hatás szempontjából teljesen másképp dolgoznak ezek az etetőanyagok. Bemutatom a két etetőanyag közt lévő különbséget. Mind a két etetőanyagot ki fogom önteni egy-egy vödörbe, csak előtte egy szitán átengedjük. A keszeges etetőanyag szemcse nagysága, egy kellemes fűszeres illata. Elméletileg minimális apró mag olyan alkotók alkotják, amit nedvesség hatására is teljesen feloldódik, és teljesen a keszegeket célozza meg. Egy-két pellet darab marad bele, de hogyha ezek a pelletek is feloldódnak, akkor ezt is szépen át lehet törni szitán. Míg egy masszívabb szemcseszegzetű etetőanyagnál, ami egy mézes etetőanyag, ugyanazon a rostán, szemmel láthatólag egy masszívabb, egy színes pellettel dúsított, apró magokkal dúsított etetőanyag, ami már a felekezős módszer a fenékhez rögzített csalik horgászatára, nagyobb testű halak horgászatára alkalmas. Az etetőanyag bekeveréséhez kettőfajta aromát fogunk használni, folyadék aromát, ami két aroma teljesen különbözik egymástól. Ezt be is fogjuk mutatni akváriumban, hogy mi a különbség a két aroma között, de ahhoz, hogy az etetőanyag megfelelő csalogató erővel rendelkezzen, mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy mind a két aroma kerüljön az etetőanyagba. Ez az aromacsalád, ez egy 250 ml-es kiszerelésbe készül. Az a tulajdonsága, hogy ez egy olajbázisú aromakeverék, amely a fenék fölött fejti ki hatását, és oldalról hoz halat. Ez azt jelenti, hogy ha kioldódik, ez egy vízoldékony olaj, ami ha kioldódik az etetőanyagból, akkor elméletileg a fenéken kúszva nagyon messziről tud csalogató hatást kifejteni, és nagyon messziről tud halat hozni. Ezek az aromák ugyanazok az ízesítésben készülnek, mint az általunk gyártott etetőanyagok, mint az alapok és a minden kategóriába, a gyümölcsöstől kezdve a mézesség vaníliásig, és elméletileg úgy kell kiválasztanunk az aromát, hogy ahhoz az etetőanyaghoz, amit kiválasztunk ízesítést, annak megfelelő ízesítésű aromát is kell használnunk. Most pedig kibontunk egy aromát is, megpróbáljuk illusztrálni a vízbe, hogy igazából hogy fejtik ennek a hatását, ezt pedig úgy fogjuk megcsinálni, ezt az aromát, ezt kiöntjük. Ez egy tejszín karamell ízesítésű, és úgy fogom bejuttatni a vízbe, hogy ennek a felcskendő segítségével bejuttatjuk a vízbe. És itt látszik az, hogy az aroma nem fog följönni a vízbe, le fog feküdni a akvárium aljára, és ott be fog teríteni mindent. Ez azt mutatja, hogy ez az aroma, úgy, ahogy beszéltük, nem oldódik a vízoszlop teljes magasságába, csak a fenék felett egy pár centire, és ott oldalra terjed el. Tehetünk még bele.
nem tudom, hogy a kamera mennyire látja, de innen nagyon szépen lehet látni, és ma még mindig teszünk. Akkor még jobban fog tükröződni az egész dolog, mert olyan vastagon lesz az alján ez az aroma folyadék, teljesen el fog válni a víztől, de közben látszik, hogy a vízben nagyon szépen oldódik. Nagyon szépen látszik ebbe a pár centiébe itt ez a kis olajréteg. A másik aroma az az 500 ml-es arománk, ami egy glükóz bázisú aroma, ami szintén vízoldékony, de egy nagyon édes glükóz szirupból készül. Ez a glükóz szirup kapja meg azt a megfelelő aromát, amely az etetőanyaghoz alkalmas, így vanília, méz, eper, gyümölcs, ez lehet rákos, kagylós, bármilyen ízesítésű. Ennek a tulajdonsága az az, hogy ez olyan szinten vízoldékony, hogyha ezt most beöntjük az akváriumba, akkor nem itt az alsó rétegben, mint itt, ahogy látszik is, ez a felső 2-3 centibe fog csalogató hatást kifejteni, hanem a vízoszlop teljes magasságába. És nagyon szépen fog ez látszani, ezt most nem injekciós tőle, vagy fecskendővel fogjuk megcsinálni, csak ezzel. És rettentően látszik, hogy nagyon oldódik, nagyon szépen mindenhol megfesti az akváriumot, gyönyörűen húzza az aromát, elméletek mindenhol az állatokkal együtt ez, ahogy bekerül az etetőanyagba, és utána mondjuk az etetőanyag gombócok, ahogy leérnek a fenékre, ottól szépen kezd kioldódni, akkor a vízoszlop teljes magasságába, felfele, oldalra, mindenfele kifejti a hatását. Az etetőanyag keverésénél mindenféleképpen arra kell törekednünk, hogy mind a két aromából kerüljön az etetőanyagba, mert 100%-os csalogatóhatást csak így érhetünk el.